Itt mi a Vasmegye Sárvári járásában vagyunk, de beszélhetünk az egész megyéről. Mi Magyarország hasonlóan nem fertőzött részéhez a közepes kockázat övezetbe tartozunk. Az afrikai sertéspest is magyarországi terjedését mutatta a nyáron a Nébih oldalán folyamatosan frissülő térképen az egyik vadásztársaság vezetője. A kilőtt és az elhullott állatokat is nyilván kell tartani. Az ország 9 megyéje már a szigorúan korlátozott terület kockázati besorolást kapta. A Dunántúlon és szűkebb térségünkben még nem találtak fertőzött vaddisznót. Ebben a Csernelháza Damonyai Majorban két vadászterület elejtett állatai gyűjtötték az állami kártalanítási program keretében. A vadászatra jogosultaktól diagnosztikai céllal vették át a tetemeket a felvásárlási árnál jóval magasabb összegért. A vadászatra jogosultaknak 2020-21-es vadászati évre az állategészségügyi hatóság írta elő a kilövendő vaddisznók számát. Ez az előző év tényadatainak a 150%-a, másfélszerese. Ez mindegy 15 ezer darab vaddisznót jelent előírás szerint a megyébe. A vadászatra jogosultaknak évről évre több vaddisznó elejtését írta elő a hatóság. Egyrészt, hogy a szapora és falánk állatok által okozott vadkárokat mérsékeljék, másrészt az állomány drasztikus csökkentése állíthatja meg a házi tenyészeteket is veszélyeztető afrikai sertéspest is terjedését. 20 centi körül van ennek az agyar hossza. A testsúlya ennek, ha jól emlékszem, ilyen 131 néhány kiló. Zsigerelt testemekben volt. Trófea bírálatra hozta a hivatásos vadász egy vadkan agyarát, az őrségi vadásztársaságnak az eddiginek a másfélszeresét, 390 vaddisznót kell terítékre hozni a március végéig tartó idényben. Ebben a helyzetben elég nehéz ezt teljesíteni, amúgy lehet, hogy nem lenne teljesíthetetlen, de nem vagyunk hozzászokva. Tehát nálunk az előző évek tendencia ez azt mutatja, hogy ilyen 180 és a 250 darab között szoktunk vaddisznót elejteni. A megyei vaddisznó állományról csak becslések vannak. A Nemzeti Akcióterv szerint 2025. február végéig 0,5 darabra kell csökkenteni a számukat 100 hektáronként. A vadászatra jogosultaknak március végéig kell kidolgozniuk azt, hogy ezt miként érik el. Az biztos, hogy a megyei vadászmesterek, akik ténykednek és rálátnak erre az egész problémára az Ötváron vadászati jósultnál, ők egy kicsit elképzelhetnek tartják, hogy ezt a jelenlegi vadászati módszerekkel el lehet érni. Tehát gondolok itt, hogy a vaddisznó elég sokat mozog éjszaka is, és hogyha nincs olyan lőviszony, akkor ez nagyon nehezen hozható terítékre, és ugye a lámpázás csak mezőgazdasági területeken van megengedve. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, de a vaddisznók és a házi sertések esetében a biztos elhullást jelenti. Ha egy gazdaságban fertőzést tapasztalnak, a teljes állományt meg kell semmisíteni.